Felpezsdülhet a vízi élet a mosoni Dunán, ahol az új vízszabályozó rendszernek köszönhetően már van elég víz hajózásra, kajakozásra, evezésre. Korábban gyakran megnehezítette a sportolók életét az éppen hogy csordogáló mosoni Duna. Most azonban más a helyzet, arra is fel kell készülni, hogy a vízfelületeket sokkal többen fogják használni. Mindenféleképpen nagy öröm számunkra, hiszen a felkészülés egyik nehezítő körülménye ez az ingadozó vízszint volt, ezzel párosulva természetesen a vízfolyásnak a sebessége, mind ami befolyásolta a felkészülésnek a minőségét. Amellett, hogy örülünk, és természetesen mi is támogattuk, hogy ez létrejön, azért, hadd mondjam, önös érdekből egy kicsit a sportok szempontjából, viszont óriási jelentőséget tulajdonítunk annak, ami folyamat most elindult itt Győr városában, mégpedig lenn, hogy a vízfelületet használók egyfajta etikai kódexet dolgozzanak ki, törekszünk az együttműködésre. A horgászokkal már évek óta nagyon jó a kapcsolat, és kialakult az a egymás mellett élési stratégia, amit kialakítottunk. Most nyilvánvaló egy megnövekvő motorcsónak hajózási forgalomra kell számítani. A Győri Vízisport Egyesület elnöke arról is beszélt, hogy a klub számára hatalmas elismerés jelent az Audi Hungária támogatása. Egyrészt presztízsértékű, hogy tényleg egy ilyen kimagasló vállalat úgy gondolja, hogy úgy ítéli meg hosszas elemzés után, hogy érdemes támogatni egy-egy egyesületet, vagy azon belül szakosztályt, hiszen az Audi támogatása az a kajakkenu szakosztályunkat érinti, és ott is elsődlegesen a túra jellegű szabadidős sportolóknak a tevékenységét, de természetesen ez egy óriási segítség. Kellett lobbizni érte, illetve hát nyilván az Audinak a döntéshozóit meg kellett győzni, ehhez akármennyire is szabadidős sportról beszélünk, de hozzátartozik az a sport kérdése, hiszen a kajakkenu hosszú-hosszú évtizedek óta szerintem a város és a megye legeredményesebb sportága, egyesülete, szakosztály. Ábrahám Csaba azt is hozzátette, a szabadidős sport fejlesztése nem csupán új eszközök, hajók vásárlását jelenti, hanem professzionálisan felszerelt helyet és szakembereket is biztosítanak a sportolni vágyóknak.